Sziasztok, Babics Oszkár vagyok, kétszeres országos FPV bajnok, és megkaptam a DJI ARS-től a DJI-nak a legújabb drónját, a DJI FPV-t. Ugye ma bejelentés napja van, és repültem már ezzel a drónnal, mindjárt is mondom róla a véleményeket, de először a specifikációkra térnék rá, mert szerintem ez egy nagyon király kis eszköz lett. Ugye 5-szörös propellereink vannak, 795 gramm a drón, és 140 km per óra a végsebessége, ami FPV drónoknál egy eléggé átlagos dolog. Ugye az én FPV drón 180 km per órás végsebessége rendelkezik, nem marad annyira alul. A DJI azt állítja, hogy 100 km per órát tud elérni 2 másodperc alatt. Én ezt a gyakorlatban úgy tapasztalom, hogy kicsit szerintem gyorsabban ugrik ez a drón, azt kell mondjam. Van benne egy 6 cellás, 2000 mAh órás akkumulátor. Ez egy okos aksi, ami egy kicsit változtatott XT6, kicsit átváltoztatott XT60-nal kommunikál a géppel, azért, hogy az összes adat és az akkumulátor merítés átérjen a géphez, és ezzel tudjon dolgozni. Ha merül az aksi, a drón visszaveszi a maximális teljesítményt, ezzel is kicsit védve. Ebből el is jutunk oda, hogy ez a drón 20 percet tud repülni. Ez már olyan sok, hogy kicsit unalmasnak is találtam. Tehát FPV-nél, hogyha kimész egy rétre, akkor tök jó élmény, hogy fölrakod a gépre az aksit, lerepülsz egy kört, leszállsz, gondolkodsz, hogy mik legyenek az új line-ok, miket videózzál. Viszont ennél azt vettem észre, hogy ha kimegyek bárhova, nem bárhova, egy réten voltam vele, azon a réten én körülbelül az aksi felénél mondtam azt, hogy egyszerűen mindent megcsináltam, nem tudok tovább repülni, és leszálltam átgondolni azt, hogy tulajdonképpen nem menjünk-e új lokációra, mert annyira sokáig repül. És ez a fél aksi volt, szóval iszonyatosan király. Ami nagyon nagy előnye a szimpla FPV drónokhoz képest, hogy van benne egy beépített kamera, ami el van látva egy irányban lévő gimballal, ez a tilt axis-en van. Ez azt jelenti, hogy ha döntöm a drónt, akkor ő megtartja a horizontot, ami szerintem egy király feature. Ezzel ugye akkor tartja csak meg a horizontot, ha N-módban van. Sportmódban is tartja a horizontot, viszont ha berakod manuál módra, ami egy olyan mód, mint az akró, akkor ő ezt egy fix kamerának fogja tekinteni, nem fogja mozgatni, viszont repülés közben tud állítani a szögét, egy hatalmas, az egy nagyon-nagyon nagy előny. Ez volt az első dolog, amikor megkaptam ezt a drónt, ránéztem, úristen, ebben van egy gimbal az elején, mire lehet ezt használni. Nem gondoltam volna, hogy ennyire jó lesz, és ennyire használható. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon király. 4K 60 fps-ben tud felvenni, vagy Full HD 120 fps tud. A standard profil mellett van benne egy D-Cine-like profil. Aki ezt ismeri, az tudja, hogy ez nem a legjobb felvételi profil, ami elérhető, viszont szerintem a GoPro képéhez képest ez egy sokkal jobban színezhető, nagyobb dynamic range-re rendelkező képet ad. Vagy H264, vagy H265 kodeket tud, ami szintúgy nagyon király, és snitteket tudsz ugye felvenni. Ha elrepültél a pozira, megnyomod a start gombot, és tudsz egy snittet végigmenni, vége a snittek, le is állítod. Ez, amikor FPV-zünk, ez egy nagyon-nagyon nagy bajom, hogy mindig megtöltöm az SD kártyát egy csomó felesleges anyaggal. Nincs akkor SD kártya, amennyi adatot el kéne, hogy bírjanak, amíg itt le tudod állítani. Eléggé nagy fájlokat generál ez a drón. Egy ilyen egyperces, javíts ki Ákos, ha tévedek, de szerintem egy perc volt egy gigabyte. Hasonló. Igen, elég, tehát nagyméretű fájlokat generál, és lehet is dolgozni a színekkel. 150 fok a látószöge, ami azért kiemelendő, mert ugye kapunk mellé egy szemüveget, és szinte mindent látunk egy akkora képpel, hogy az elképesztő, és a HD jelátvitellel látod konkrétan a fűszálakat. Van benne egy új feature, amit a Rocksteady Electronic Image Stabilization-re hallgat. Ez kicsit ilyen, ugye az Osmo Action-ben van Rocksteady, a GoPro-ban van Hypersmooth, ez kicsit hozzáad egy simított képet, ezt akár FPV-ben is látod. A repülés közben azt vettem észre, hogy nagyon-nagyon furcsán működik tőle a manuál mód, mert nem minden egyes mozdulatot látsz olyan precízen, mert kiszedi belőle a Rocksteady a kis mozgásokat, és egy kicsit nehézé válik az irányítása, mert hogyha repülsz, akkor egy nagyon stabil képet kapsz. A jeltovítást az OcuSync 3.0 segíti, ezzel 10 km-es hatótávot kapsz FCC módban, EU-ban 4 km-t,
és az élő kép, amit ő átküld, az egy 810p 120 fps-es kép. Nem is kell mondanom, ugye, hogy a sima analóg videóhoz kímában nagyon szép képet láttam, és kevesebb, mint 28 millisekundumos átviteli sebességet ígér a DJI, ez a gyakorlatban inkább 34 millisekundum, ami szintúgy nagyon jó, és egy tök jól használható drón lesz belőle. A csomagban én kaptam egy távirányítót, ami iszonyatosan kompakt, és itt ki is emelném, hogy az egész doboz és az egész drón annyira kompakt, hogy be tudom dobni a táskámba, el tudok menni repülni, hazajövök, és nem kell magammal vigyem azt a hatalmas pakkot, ami az analóg FPV-hez kell, ugye több aksival, mert itt egy aksi az ekkora, és 20 percet repül. Szerintem egy három aksival végrepülsz egy egész napot, és nem lesz semmi problémát, főleg, hogyha közben töltöd. Azt vettem észre, hogy marha gyorsan föltöltenek az aksik, körülbelül ilyen fél óra, amíg egy aksi föltölt. Szerintem iszonyatosan király. Főleg úgy, hogy 20 percet repül, tehát a töltésidő nagy része átmehet repülési időbe, három aksit végig lehet rotálni egy nap. A szemüveg, aki repült már az DJI-nak az első verziójú szemüvegében, ugye ez az újabb verzió, ez a V2, ugyanolyan jó, egy kicsit jobb, eléred a drónnak az összes beállítását a szemüvegből, rá tudod dugni a telefonodat, igaz, élőképet nem ad a telefon, de az összes beállítást tudod akár telefonon végezni, akár szemüvegben. Ebben a drónban van GPS, és hazajön magától. Nagyon fontos kiemelendő, hogy ő tud Mavic-ként is működni, kicsit van egy ilyen Mavic módja, mivel csak egy irányba van gimbalja, az előre repülésben nagyon szépen megtartja a horizontot, de abban a pillanatban, hogy gyorsan repülsz előre, és belehúzol egy kicsi javot, akkor ugye így elfordul a drón, ezzel együtt a horizont is, mert ebben az irányban nincsen benne gimbal. Viszont még mindig egy sokkal stabilabb képet kapunk, mint hogyha FPV-vel próbálnám mevikezni, meg ennek a gimbalját lefele is lehet fordítani, ami azért egy nagyon hasznos dolog, mert ha síelőket követsz például, akár ebben az N módban, ami egy tökre stabilizált mód, vagy akár manuál módban, akkor ugye mész lefelé a hegy oldalban, és ahhoz, hogy egy sima FPV drónnal tudjál követni egy síelőt, nagyon meg kéne döntened a drónt, ergo gyorsan kéne menjél, amit a síelő nem tud tartani. Itt viszont le tudod fordítani a kamerát, és ha lefordítod a kamerát, akkor látod egyszerre a síelőt, és a drón is olyan tempóval megy, amit szeretnél. Ez a gimbal még azt is lehetővé teszi, hogy ha például autót követsz, a gyorsabb szakaszokon felfelé állítod a gimbalt, tudsz gyorsabban menni, ahogy lassul az autó, visszaállítod a gimbalt, a horizontod megmarad, viszont a drón sebessége is az autóval egyenlő marad, sokkal könnyebb vele frémelni. A szemüvegben mutatja a te látott képedet is, meg azt is, amit felveszel, mert ahhoz, hogy ne lásd ezt a nagyon nagy halszemes képet, amit ad, ő rárak egy sima image correction-t. Az FPV, de a szemüvegben látod a propellereket, ezzel az image correction-nel nem látod majd a propellereket, és viszont a szemüveg kiírja, vagy mutatja azt, hogy mit lát a felvett kép. Van benne thirds rule, ami szintúgy nagyon nagy segítség frémelésben, és az egész egy nagyon-nagyon jó eszköz forgatásra. Simple FPV drónokkal összehasonlítva, mindenki tudja, hogy ez simát, összerakod, felszállsz, repülsz, de hogyha felszél fel, akkor leesik. Ha forgatásokra megyek, nagyon sokszor kell vizek fölött repüljek, és nagyon-nagyon hasznos az, hogy a drón, hogyha elvesztem a kapcsolatot vele, akkor megtartja az ő pozícióját, akár hazajön, akár pozícióban marad, és ha hajóból repülök, akkor nagyon-nagyon sokat segít az, hogy le tudom menni a szemüveget, a GPS tartja a pozíciót, meg tudom fogni a drónt, majd leengedni, vagy átfordítani, akkor leállítja saját magától a motorokat, és sokkal egyszerűbb, mint beleszállni a hajóba, és mivel tartja ugye a pozícióját, elég nagy szélben is, ezt sokkal könnyebb kivitelezni, mint egy szimpla FPV drónnal. Ki is térnék a drón karakterisztikájára, összehasonlítva ezt a sima FPV drónokkal. Ez a gép, mint mondtam, 795 gram, ami nehéz, kifejezetten nehéz gép, ez meg is érződik. Ha repülsz, nem lesz annyira dinamikus, mint egy szimple FPV drón, de én szerintem ez kompenzálja a repülési idő. Amíg egy sima FPV drónnál, ha kiakasztod a gázt, az megy, ez is megy, de a végsebességén azért érződik, hogy nem annyira nagyon gyors. Kicsit egy ilyen lomhább dögöt kell elképzelni, én iszonyatosan szenvedek jelenleg a rétjeimnek a beállításával. Betaflightban tudom, hogy mik az én használt rétjeim, amíg itt kifejezetten nehéznek találtam azt, hogy a DJI center sensitivity-ét,
a Rate Max deck per szekjét és az expóját összelőjem, hogy egy ugyanolyan repülési feelinget kapjak, mint a sima FPV drónoknál. A DJI kiadott egy applikációt, DJI Virtual Flight néven, amit hogyha rádugsz a szemüvegre és bekapcsolod a távirányítót, akkor a szemüvegedben a telefonod segítségével tudsz szimulátorozni. Ez azért nagyon hasznos, mert aki megveszi ezt a drónt, először csak N-módba, majd sportmódba használja, ahhoz, hogy átváltsál manuál módba, nagyon-nagyon nagy szimulátoros tapasztalat kell. Én azt szoktam mondani, hogy általában 30 óra szimulátorozás nélkül nem érdemes manuál módba váltani, viszont a DJI Virtual Flight-tal pedig pontosan ugyanezt a környezetet tudod szimulálni, ami ebből a drónból kijön. Mindezt ugyanabban a szemüvegben, ugyanazzal a távirányítóval, úgyhogy a fejedben van a szemüveg, bele van dugva a telefonod, amin fut a szimulátor applikáció, és wireless használod a távirányítót a szimulátorozáshoz. Amíg ugye egy simple FPV drónnál be kell dugd a távirányítót egy kábellel a számítógépedbe, és a képernyőn kell nézned a szimulátor képét. A teljes pakkára 500 000 forint, Flymore Combo Kit nélkül. A Flymore Combo Kit a 100 000 forintba fog kerülni, és 2 plusz akkumulátorral szolgál, és egy töltő hubbal. Ezt összehasonlítva a simple FPV drónokkal, ezt egy nagyon reális árnak találom. Ahhoz, hogy egy simple FPV drónnal felszállj, az 350 000 forintba kerül mindennel, töltővel, aksival, szemüveggel, távval, drónnal együtt, viszont nincsen rajta HD kamera, ami egy plusz kb. 150 000 forintos költség még, és ha így kiszámolod, akkor 350 meg 150, az pont 500 000 forint, és ez egy nagyon-nagyon reális ár szerintem, főleg ezzel a mozgatható gimbalal, ami szerintem aranyat ér. Nos, ezután a félelmetesen hosszú bevezető után azért reptessük is meg egy kicsit. Kedvencem az egész drónban ez a hang, ami bekapcsolás után következik. Ezt azt szeretném, hogy meghallgassátok. Ez valami fenomenális. Repkedjünk egy kicsit. Nem, nincs nagy baj, mert szarulnék. Nagyon. Retkes. Ez hód biztos. Viszont... szerintem a propellerek sértetlenek. Nem volt azért egy nagy crash, azt hozzá kell tennem. De azért ez szerintem már olyan volt, amit meg kéne, hogy érezzen egy gép. Ha már crash-elés, akkor van benne egy feature, úgynevezett turtle mód, ami marhára érdekel, hogy mit tud. Szóval tegyük le a gépet. Ez valószínűleg kurva szarul fog kinézni, gyanítom, hogy az is. Elvileg, ha megnyomom a C1-et... Én ki szeretném emelni, hogy én csak a C1-et nyomtam meg. Nem kellett betaflightosan mozdítani a stickeket. Tehát, hogy... Ez a drón, ez konkrétan magától törtölezik, végignézhettétek. Elég furcsán néz ki, de megcsinálja magától. Mi van, hogyha máshogy rakom le szerinted? Mi van, ha így teszem le, hogy ez az oldala van jól? Hát nézzük meg, most megint, csak annyi. Én a távirányítón beállítottam a C1-et, megnyomom. Ennyi. Hát ez valami baromi király amúgy, esküszöm. Hogy megáll a talpán? Nagyon szeretem. Tetszik ez a kis dög. Igazából ennyi is lenne ez a videó. Crash teszteltük, kipróbáltuk végül a turtle módot is. Ha megtetszett a drón, akkor csekkoljátok le a DJI IRS-nél, akiknek egy hatalmas köszönet jár, amiért odaadták nekem ezt a drónt. Ha tetszett a videó,
akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Ha bármi kérdés van a drónnal kapcsolatban, írjatok kommentet. Válaszolni fogok valószínűleg az összesre, és jövök még egy videóval két héten belül, amivel válaszolok a legtöbb kommentre, inkább videóformában, mint írásban. És óriási nagy köszönet jár Ákosnak, Szark Ákosnak, aki nagyon sokat segített a videóban, és szintúgy Fodor Boltizsárnak, aki a másik operatőr srác volt. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videót. Ha tetszett, lájkold. Ciao!